korrektül fogalmazunk. Tartalmi részekhez. Gyógyszerkassza kérdése. Nagyon sok képviselő felvetette ezt a dolgot. Tény és való, hogy a gyógyszerkassza Magyarországon mind a lakosság egészségi állapotához képest, mind pedig az európai gyógyszerszínvonalhoz képest az utóbbi időben elszaladt, és nagyobb annál, mint ami indokolt lenne. Magyarul többet költünk rá, mint amennyit elemzések, szakértői vélemények alapján ugyanekkora gyógyszermennyiség megszerzéséhez szükséges. Ezt szokták úgy mondani, hogy van benne tartalék. Ugyanakkor az sem tagadható, hogy jelen pillanatban a ma megtermelt javakból, abból amennyi értéket mi magyarok elő tudunk állítani, nem engedhetünk meg magunknak egy ekkora gyógyszerkassza finanszírozását. És ezt ki kell mondanunk. Az ország a jelenlegi állapotában nem képes ilyen szintű ellátást, ilyen szintű összeget finanszírozni. Itt próbáltuk elmondani, hogy hogy jutottunk el idáig. 2002-ben arányosan képes volt az ország egy ekkora kasszát finanszírozni. És 2002 óta nem volt módunk a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek és szövetségeseinek érdemben beleszólni ebbe a folyamatba. És a felelősök egyértelműen meghatározhatók, akik nem bújhatnak ki a felelősség alól. Ide juttatták az országot. Ez egy következménye. Magyarország egy olyan adósságspirál szélén táncolt, egy adósságszakadék szélén, amelyben még mindig veszély fenyegeti bizonyos értelemben az országot, és az adósságunk visszafizetése, hogy az adósságteher csökkenjen, az szintén a magyar emberek érdeke. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a gyógyszerkasszában megtakarítás van, és ez nem a rendszerben kerül elköltésre, hanem a magyar adósságot csökkenti, akkor minden magyar ember érdekéről beszélünk szintén. Ami egy nagyon nehéz döntés egy egészségpolitikusnak. De a döntést föl kell vállalni, mert a döntésbe belekényszerítettek bennünket. Egyikünk se akarta. Senki nem örül neki. És akkor nézzük meg a harmadik szempontját ennek a dolognak. Mivel azt gondoljuk, hogy a gyógyszerkasszában lehetséges megtakarítás, lehetséges úgy megtakarításokat elérni benne, hogy ettől a betegek terhei ne növekedjenek. Ez egy nagyon nehéz tárgyalás lesz, mert ez azt jelenti, hogy ha a betegek terhei nem nőhetnek, akkor részben racionalizáljuk a magyar betegek gyógyszerfogyasztását, ami egy nagyon pici szelet, és bizony jelentős profit csökkenéssel járhat azoknak a gyógyszergyároknak, akik Magyarországon forgalmaznak. Ezeket a tárgyalásokat végigvinni, ez egy nagyon nehéz feladat, és sokkal könnyebb, hogyha a magyar képviselőház egyes képviselőcsoportjai nem abstart a multinacionális cégek mögé állnak be, és rontják az egyébként ezt a feladatot végrehajtani szándékozó politikai akaratot. Tény és való, hogyha megtakarítást tudnánk elérni, mi egészségpolitikusok a rendszerben tudnánk ennek helyet találni. Tudnánk, hogy hova költsük. Például a kukáért elsődleges a béreknek a fejlesztése, ez teljesen nyilvánvaló. Ma eljutottunk oda, a magyar egészségügyi rendszer leggyengébb pontja, vagy Achilles sarka, az a humánpolitikának a kérdése, az az emberi erőforrásnak a kérdése. Ezt mindnyájan jól tudjuk. Ennek ellenére kénytelenek vagyunk elfogadni, kormánypárti politikusként, még ha nem is teszem örömmel és nem szívesen teszem, kénytelen vagyok elfogadni azt, hogy ha a gyógyszerkasszában a betegterhek növekedése nélkül sikerül megtakarítást elérni, akkor ezt fel kell áldoznunk az adósság csökkentés érdekében, és a rendszer átszervezésével, átalakításával felszabaduló egyéb forrásokat viszont felhasználhatjuk a rendszerben, annak javítására, bérek fejlesztésére. Hiányolták, hogy nem oldja meg a rendszer problémáját a salátatörvény. Persze, hogy nem fogja megoldani, mert nem arra készült. Ezért próbáltam elmondani, hogy mi a célja ennek a törvénynek. A Semmelweis tervvel kapcsolatos előterjesztések majd még ezután fognak következni. Az ebből adódó feladatok, amit a Magyarország gyűlésnek el kell végezni, az a következő időkben fog megtörténni. Konkrétan, hogyha megnézzük, hogy milyen olyan dolgok vannak, amelyek előkészítik a Semmelweis terv kiteljesedését, megvalósítását, mindenképpen azt gondolom, hogy minden olyan, amely a népegészségügyi programot javítja, minden olyan, amely
átalakítja ezt a területet, az középhosszú távon mindenképpen költség megtakarítással jár, hiszen az egészségfejlesztés, az egészségtudatosság az egészségügyi ellátórendszer számára mindenképpen megtakarítást jelent. És nem kell nagy dolgokra gondolni, ha például mindig a szűkebb szakmámat szoktam hozni, a fogorvoslást, ha időben megtanítjuk a gyerekeinket szabályosan jó fogat mosni, és belső elvárás lesz önmagukkal szembe, hogy tiszta fogakkal éljenek, akkor ezzel jelentősen le tudjuk csökkenteni a fogászati ellátásra a költendő összegeket, mert igazság szerint, ha megnézzük, akkor az ember a legvégső életkorig meg tudja tartani a saját fogazatát, és egy nagyon-nagyon kellemetlen betegséget elkerülhet, a teljes fogatlanságot, ami személyiségzavartól kezdve mindenhez vezet. Tehát, és ez nem kerül sokba. Állami szinten egyáltalán nem kerül sokba megtanítani egy gyereket fogat mosni, kezébe adni a megfelelő eszközöket. Tehát azt gondolom, hogy ez egy előkészítő rész. Van egy olyan rész, amiben mi magunk sem mindig értünk egyet, ez pedig lenn a netnek a megszüntetése, mondjuk ki. Én magam részéről egyetértek vele, nem voltak jó tapasztalataim abban az időben a nettel, amikor államtitkárként nekem ezen részt kellett venni. Utólag nézve is azt kell, hogy mondjam, hogy azokat a funkciókat, feladatokat, amit neki szántak, azt nem igazán tudta ellátni. Lehet, hogy most Tivadar, ugye Puskás Tivadar képviselő úr, aki az elnöke, teljesen át tudná szervezni, másképp tudná felépíteni, de azt gondolom, hogy az egy jó irány, hogy ezt a fajta egyébként politikai testületként működő testületet nem visszük bele egy konfliktusos rendszer átalakításba, csak megnehezíteni Magyarországnak a munkáját ebben a formában. A harmadik pedig az időközben elő és kialakult problémák. Például nézek Gyenes Gézára, kamara főtitkárára, aki talán a legtöbbet tudja a panaszokból a túlmunkaidő, illetve az ügyelettel kapcsolatos elszámolások körüli bonyodalmakkal. Úgy tűnik, hogy ez a törvényjavaslat ezt végre rendbe teszi. Nagyon sokak, már említettem korábban is, nagyon sokak kerestek meg bennünket, amiatt doktornők, hogy nem használhatják a diplomán szereplő a nevüket, amire a praxisokat fölépítették. És a törvénynek nagyon sok ilyen egyéb javaslata van, most nem fogom mindegyiket felsorolni. Mindezzel együtt van még két dolog, amit feltétlenül szeretnék kiemelni, megismétlem újra a mai nap folytán. Az egyik ilyen a fonóügy, azzal mélységesen egyetértek. Egyrészt kiváló gyógyszereket lehet összeállítani. Igaz, hogy már az orvosoknak is fel kell frissíteni az emlékeiket erről, bár a fonó az mondjuk egy egyszerűbb történet, azt átlapozza az ember, és ott pontosan le van írva, nem neki kell összeállítani a magiszter receptet, de ezen kívül is van még, nem csak fonó, hanem a alapkészítményekből az orvosok is kialakíthatnak gyógyszereket személyre szabottan a betegnek. Azt gondolom, ez a tudás egy kicsit megkopott a szakmában, nem gyakoroljuk nap mint nap. Elméletileg képeznek rá bennünket, bár bevallom, magam sem tudnék pontosan összeállítani ilyen szereket. De azt gondolom, hogy ezt érdemes újra elővennünk, hiszen lényegesen olcsóbban igen hatékony szerek állíthatók elő, és nem csak krémek, kenőcsökről beszélünk. A másik ilyen nagyon fontos ügynek tartom, az pedig a szakmai rendezvények, gyógyszergyári promócióknak a kérdése. Ahogyan ugye beszéltük, hogy a gyógyszertáraknál az ár és csökkenéssel is foglalkozni kell, azt gondolom, hogy nem kell rásütni a nagy gyógyszergyártókra, vagy az egészségügyben beszállítóként érdekelt nagy cégekre egyértelműen, hogy minden tekintetben negatív a promóciós tevékenységük. Ennek sok pozitív hozadéka is volt a szakmára, úgy mint részben új ismeretekhez is jutottak, megismertek kiváló készítményeket az orvosok, részben a továbbképzéseknek egy stabil finanszírozó bázisa volt. Szerintem érdemes átgondolni, hogy ebből bizonyos részek hogyan, milyen megszorítások mellett tarthatók meg, hogy azért ez a rendszer teljes egészében ne tűnjön el, hiszen maguknak, az orvosoknak erre szüksége van. Azt hiszem, hogy Hawaii-ra utazni nagyon jó dolog lehet, én nem jártam ott, bizonyára nem a gyógyszergyárak promóciós költségében kell magyar orvosokat utaztatni, de azt gondolom, hogy amikor a saját településén egy nagy teremben hozzájuthat információhoz, szakmai anyagokhoz, folyóiratokhoz, a megfelelő pontszámokhoz, ami a működésükhöz kell, és cserébe végighallgatnak egy promóciót, akkor ez talán egy elfogadható kompromisszum. Tehát én gondolom, hogy majd még
ezen is gondolkodnunk kell. Tudok róla, hogy vannak módosító javaslatok az erőterjesztéshöz, sokfelől érkeztek, ezeknek jelentős részét a tárca előzetes információim szerint már be is fogadta, tehát támogatni fogja. Én biztatom képviselőtársaimat is, hogy amíg ez lehetséges, adjanak be módosító javaslatokat a törvényhez, és arra kérek mindenkit, bízván az egészségügyi bizottságban tapasztaltak alapján, ahol a törvény általános vitára való alkalmasságát lényegében, ha jól emlékszem, ellenszavazat nélkül fogadta el. Egy tartózkodással, igen, Szilágyi képviselő úr tartózkodott. Tehát bízom benne, hogy még további aktív vitát fogunk folytatni majd a részletes vitában, és még a általános vita hátralévő részében, de a záró szavazásnál nagyon bízom benne, hogy a törvény elfogadása mellett fognak dönteni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Két perces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Zékájpád Dániel jobbikos képviselő úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A felszólaló kormánypárti képviselőket szeretném egy kicsit kiegészíteni, kiigazítani azzal, hogy nekünk látható probléma az, hogy nehéz a gazdasági helyzet, valóban nehéz lépni. Ugyanakkor önök is lássák azt, hogy jelen pillanatban a kormánypártok leggyengébben talán a gazdaságpolitika területén teljesítettek. Tehát nem reális elvárás az, hogy 1-2-3 éven belül olyan gazdasági helyzet, olyan fellendülés alakuljon ki, melynek értelmében például egy bérfejlesztés lehetséges lesz. Ezért, amikor gyógyszerkassza csökkentésről, visszafogásokról, megszorításokról beszélünk, ezeket átutalni adósság csökkentésre gyakorlatilag bűn, hiszen ezáltal pont a lehetségesen bevonható forrásokat szüntetjük meg. A számok beszéljenek helyettünk, ahhoz, hogy itthon tudjuk tartani a fiatal szakembereket, 200 ezeres nettó fizetés szükséges. Ez jelen pillanatban nincs meg, ez még mindig csak a nyugati béreknek az ötöde lenne, de a felmérések azt igazolják, hogy így itthon maradnának a szakemberek. Elég lenne talán ahhoz is más ágazatokban, hogy ne kelljen az egészségügyi ápolóknak, dolgozóknak egy Tesco-ba elmenniük, mert ott is többet keresnek, mint jelen pillanatban a munkahelyükön. Tehát elmondható az, hogy sajnos sem a Szélkámán megszorító csomag, sem pedig a Semmelweis terv nem rendelkezik olyan világos és látható jövőképpel, ami alapján joggal bízhatnánk abban, hogy ez a bérfejlesztés, amely nélkül ez a humán erőforrás bomba felrobban, bármilyen formában is bekövetkezne. Kérem, gondolják ezt végig, és tegyenek érte, hogy így legyen. Köszönöm szépen. 2 perc, Szilágyi László képviselő, LMP. Köszönöm a szót. Azt mondta a horvát képviselő úr, hogy van a salátának neve is. Hát ugyanez volt a neve az előzőnek is. És hát éppen ebből adódnak a problémák, hogy itt fűfa virág össze van másolva egy ilyen hatalmas nagy csomagban. És hát tegyük hozzá, rengeteg olyan momentum van benne, amit talán nem is kellene egy rendes jogrendben a parlament elé hozni, hanem a kormány saját hatáskörben is megoldhatná. Most nem akarok direkt példát mondani, de már az előző salátánál is úgy éreztem, hogy felesleges ezzel a törvényhozást terhelni. Én igazából nagyon szívesen adnék a kormánynak felhatalmazást bizonyos ügyekben, hogy döntsön saját hatáskörben. Tehát el kellene kezdeni egy ilyen deregulációs munkát végre, szerintem óriási nagy ez a joganyag, és muszáj rendet csinálni, és a döntéshozási szinteket is valamilyen módon okosabban belőni. Aztán nem tudom, képviselőrök emlékeznek-e arra, hogy jártunk a múltkor ezzel a salátával. Nekiestünk, rágtuk minden oldalról, mint jó kis mesztelen csigánk, és azt tapasztaltuk, hogy a saláta fölmagzott, megkeseredett, az a fehér tej, ami benne van, az csípőssé vált és keserűvé. Mert hogy behoztak ide olyan dolgokat, ami aztán végképp nem volt a vitának a tárgya, és még a zárószavazás előtt koherencia zavarra hivatkozva is még mi mindent betoltak ebbe a dologba. Kénytelenek voltunk az egészet úgy, ahogy van, leszavazni. Azt gondoltuk egészen tegnap estig, hogy ez csak egy salátatörvénnyel fordulhat elő, de a tegnap esti tapasztalatok alapján úgy látjuk, hogy most már nincsen fék, nincsen szabály, házszabály végképp nincsen, úgyhogy én nem gondolom, hogy ezen az úton kellene tovább menni. A netról egy egészen röviden csak annyit, hogy arra hivatkoznak, hogy a szakmai kollégiumok felállása miatt nincsen szükség a netre. Hát ez szerintem ilyen almakörte helyzet, tehát hogy a szakmai kollégiumok teljesen másra valók, és nem helyettesítik ezt a demokratikus döntés előkészítési fórumot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sagon kívüli 2 perces, Szócska Miklós államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az egyik hadd tegyem helyére, tehát
azért ez a saláta törvény, ez nem az életpálya megoldás, meg nem maga a Semmelweis tervnek a vitája. Tehát érkezni fognak olyan nagysúlyú kérdések még, ami lehetőséget ad arra, hogy a képviselők megvitassák az egészségügy átalakításának a kérdéskörét, az egészségügy jövőjét. Ez az egyik. A másik, én szívesen meghallgatom az emberi erőforrás krízis helyzettel kapcsolatos problémákat, a nap mint nap kérik számon rajtunk, hogy mit teszünk ebben az ügyben. Nagyon komoly háttérmunka zajlik azzal kapcsolatban, hogy még anyagilag is befolyásolni tudjuk ezt a folyamatot, de ez a folyamat nem egy nap alatt alakult ki, és az előbb Zé Kárpáti képviselő úrnak átadtam azokat a másolatokat, amit a Magyar Orvosok lapjából másoltunk ki, álláshirdetéseket, külföldi álláshirdetéseket, hogy képviselőtársát győzze meg, hogy a kamara lapja fizetett hirdetésként ne legyen abban érdekelt, hogy fokozzuk ezt az elvándorlást. Tehát az igazság, hogy itt egy összefogás kívántatik. Ezt többször elmondhatjuk, de az az igazság, azon gondolkodni sokat lehet, hogy hogyan lehet nap mint nap számon kérni rajtunk. Ennek az energiának csak az egynegyedét kérem arra fordítani, hogy egy letelepedési programmal meggyőzzünk egy polgármestert, és a többit, és a többit. Tehát tudunk tenni a jelenlegi keretek között is jóval többet, mint amennyit jelenleg teszünk. Dolgozunk rajta, hogy ezt a súlyos, sorsadító kérdést megoldjuk az egyeztetésekről. Nem csak betegjogi intézményrendszer lesz Nemzeti Betegfórum, folyamatos az egyeztetés a szakmai szervezetekkel, tehát a konzultációnak egy teljesen új struktúrája áll föl. Én ezt igénylem is, enélkül megbénulnék, tehát alapvető kérdése a mostani egészségügyi kormányzatnak, vagy szándéka, hogy a konzultáció új rendszerét létrehozza. Ez meghaladta a NET-nek a kereteit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. 2 perc, Puskás Tivadar, KDNP-s képviselő. Köszönöm szépen a szót. A salátáról akartam beszélni, de most áthúzta a vita a dolgaimat, úgyhogy majd a későbbiekben erről. A NET-ről volt szó. A NET-nek a legutóbbi ülésén az alábbi állásfoglalást fogadtuk el. A Nemzeti Egészségügyi Tanács szükségesnek tartja egy olyan grénium működtetését, amely az egészségügy valamennyi közszereplője konzultálhat, és kifejtheti véleményét az egészségügy alapkérdéseiről, és ezzel is segítheti a döntéshozók munkáját és a problémák megoldását. Egy létrehozandó Nemzeti Betegfórum szükségességét nem vitatja, de véleménye szerint ez nem teljesítheti, nem helyettesítheti a NET-et. A Nemzeti Egészségügyi Tanács megszüntetése egy hasonló ernyőszervezet létrehozása nélkül veszélyezteti a Semmelweis terv megvalósítását, hiszen szakmai és civil kontroll nélkül a legjobb szándékú változtatások is könnyen zsákutcába vezethetnek, és ez ellentmond az egészségügyi államtitkárság eddigi konzultáción alapuló döntést előkészítő munkamódszerével. Ez az állásfoglalás, köszönöm szépen, a Nemzeti Egészségügyi Fórum, Egészségügyi Tanács a legutóbbi ülésén Szócska államtitkár úrnak odaadott, hiszen együtt fogalmazódott meg a dolog. Nem szűnt meg a tanácsadó testület, nyilvánvalóan egy tanácsadó testület addig működik, amíg szükség van rá, és úgy működik, ahogy elvárja a tanácsot kapó. Köszönöm szépen, ez a NET-nek a legutolsó állásfoglalása. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Kis Sándor, Jobbikos képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a szót. Én örömmel konstatáltam néhány paragrafust ebben az előterjesztésben. Mindjárt a 23. paragrafusban, ahol az emberi test felszínén, felhámjában és szőrzetében élősködő ízletlábúakról volt szó. Tehát ezt biztos vagyok benne, hogy nagyon sok vidéki iskolában örömmel fogadják ezt a paragrafust. Én még azzal talán kiegészíteném, hogy azok a,
azok a gyermekek, akik az emberi higiéni alapvető szabályaival nem rendelkeznek, azok addig ne nagyon, vagy korlátozottan vehessenek részt a közösség életében, amíg ezt meg nem szüntetik. Mert amikor a pedagógus azt kérde, arról számol be, hogy most fázzon, mert ki kell nyitni az ablakot, mert olyan szag van az osztályteremben, és ez gyakorlati és gyakori probléma, akkor hogy lehet így normálisan oktatni egy tanintézményben is? Úgy gondolom, hogy ne szemérmeskedjünk ebben a kérdésben, hanem valamilyen módon jelenítsük meg a jogszabályban ezt a problémát. A másik, aminek örülök, és csatlakozva az LMP-s képviselőtársamhoz, hogy bízom abban, hogy nem az utolsó pillanatban fogják bizottsági módosítóval ezeket a paragrafusokat megváltoztatni, ahol is arról van szó, hogy a 2011. január 1-je előtt meghirdetett pályázatokkal összefüggő integráció, tehát intézményi integrációban, vagy nem is tudom pontosan mi ez. Tehát az a lényeg, itt az előbb sokat hallottunk ezekről a szakrendelőkről. Én úgy látom, hogy ebben a paragrafusban az van, hogy a szakrendelőkhöz patikákat is kívánnak rendelni. És mintha arról szólna ez a jogszabály, hogy a szakrendelők közelébe a gyógyszertárak akkor települhessenek, hogyha a gyógyszerforgalmazási törvény 53b paragrafus 2-es bekezdésében foglaltaknak megfelel a gyógyszer, tehát megfelelő távolságban van a szakellátó intézménytől. Tehát nagyon szeretnénk, ha nem változtatná meg az egészségügyi kormányzat ezt a 68-as paragrafust az utolsó pillanatban. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Gyenes Géza, Jobbikos képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és ahogy a vezérfelszólásban jeleztem, a vezérszólásban még vissza fogok térni erre a kérdésre. Nevezetesen a 2003. évi 84-es törvényhez kapcsolódó módosításra, mert nagyon fontosnak tartom, hogy az egészségügy jelen humánerő helyzetében az ügyelő orvosokat és ügyelő szakdolgozókat nem szabad jogbizonytalanságba tartani, illetve a jogszabály értelmezés problémái miatt egyszerűen nagyon méltánytalan, hogy emiatt csökken az amúgy is kicsi ügyeleti díjuk, hiszen a fizetésükből vezethető, ami nem túlzottan nagy. És amit már jeleztem volt, még méltánytalanabb dolog, hogy a szolgálati idejük is lecsökken. Tehát az a kormányzati törekvés, ami a jogszabályban jelentkezik is, hogy a napi pihenőidő munkaidő minősítése történjen meg, én ezzel teljes mértékben, ahogy a jogszabály szól, meg vagyok elégedve, úgy érzem, hogy ez megtörtént, tehát föl sem merülhet ezután, hogy valakinek az ügyeletet követő kötelezően kiadandó, illetve kivendő pihenő idejét munkaidő adóságnak kezelje a munkáltató, és bérelvonással vagy plusz munkával büntesse a munkavállalót. De nem csak ez az egyik probléma a munkáltató és a munkavállaló között, van egy komoly másik értelmezési probléma, az elrendelt és az úgynevezett önkéntes munkaidőnek a kérdése, ennek a megkülönböztetése és törvény szerinti szétválasztása. Miről van szó, hogy világos legyen, érthető legyen annak a képviselőnek is, aki életében nem ügyelt, mint orvos, vagy nem vett ilyenbe részt, legfeljebb csak igénybe vette az ügyeletet. Nevezetesen arról van szó, hogy az orvos, amikor, vagy a szakdolgozó, amikor ügyel, akkor 24 órát dolgozik egy nap. Ha hétköznap ügyel, akkor is 24 órát dolgozik, akkor ledolgozza a napi 8 órás munkaidejét, és azután másnap reggel 8-ig, tehát a következő munka kezdésig még 16 órát dolgozik, azaz 24 órát dolgozik. Most a minősítés nem egy bonyolult dolog, de itt vannak a félreértések és az elcsúszások. Ezt úgy kell minősíteni, az első 8 órát volt a napi rendes munkaidőd, ezért kapod a munkabéred. Tudni kell, hogy a magyar jogszabályok, nevezetesen a munkatörvénykönyv előírja azt a határt, amit egy nap, azt a korlátot, amit egy nap a munkáltató, a munkavállaló számára elrendelhet, nevezetesen összesen naponta a rendes munkaidővel együtt 12 óra az az idő, amire azt mondhatja a munkáltató, hogy én erre kötelezlek, és amire nem mondhatja a munkavállaló, hogy ő ezt nem vállalja. Ugye ezt most, ezt a 4 órát
ügyeletnek hívjuk, vagy bármi másnak, vagy túlórának nincs jelentősége. A törvények szerint, hivatalos, amit az előbb elmondtam, napi munkaidő korlát miatt, csak úgy jöhet létre ez a 24 órás munkavégzés, amiről beszéltem, hiszen akkor nem megy haza az orvos, hanem elkezdi az ügyeleti szolgálatot másnap reggel 8-ig azt a 16 órát. Ez csak úgy jöhet létre, hogy a munkáltató által elrendelt 12 óra felett ti további 12 órát önként vállalja a munkavállaló. Erről szólnak a hatályos rendelkezések, az uniós direktívák, illetve az uniós direktíván alapján született luxemburgi bírósági ítéletek. Ugye, ami természetesen jogforrásnak kell tekinteni a luxemburgi bíróság munkaidő szervezéssel kapcsolatos, és az egészségügyre vonatkozó speciális ítéleteit. Nos, hát mi a gond? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 8 óra munkaidőd van, 4 óra elrendelt ügyeletet végezted, és 12 óra önkéntes ügyeletet, ez nagyon egyszerű egy nap tekintetében. A probléma mégis ott van, hogy amikor heti, havi vagy munkaidő keretről beszélünk, akkor a munkáltatónak az a joga, hogy ő egy hónapba, ha felteszem, a 20 munkanap van, elrendelhet még 32 órát, azért hangsúlyozom, hogy elrendelhet, tehát feltételes módot mond a törvény is, az azt jelenti, hogy megteheti, hogy elrendel neki, megteheti, hogy nem rendel. Honnan tudom, hogy mit rendelt el a munkáltató a munkavállalónak, és mit nem? Megnézem az ügyeleti, a munkaidő beosztást, és akkor látom, hogy ezen a héten mi csak egyszer be vagyok osztva ügyelni. Igen ám csak, hogy a munkáltató által elrendelhető, egy napra elrendelhető óra a napi korlát miatt is csak 4 óra. Tehát számomra este 8-ig rendelheti el az ügyeletet a munkáltató, a további időszakban pedig nincsen neki lehetősége, és az, hogy az elrendelhető óra és a ténylegesen elrendelt óra között van egy különbség, na ez okozza az első nagy félreértést, és úgy azért van téves ügyeleti elszámolás, mert hogyha a munkáltató egy héten, egy hónapban 32 órát, egy héten 8 órát rendelhet el, de a tényleges beosztás szerint csak 4 órát rendel el, mert egy ügyeletben van 4 óra elrendelhető munkavégzés, és mégis úgy tekinteni is, úgy számol el, hogy én az elrendelhetőt veszem alapul, és nem a ténylegesen elrendeltet, a kettő közötti különbséget elveszi az úgynevezett önkéntesnek minősülő órákból. Minden este 8 órát követő ügyeleti munkavégzés reggel 8 óráig, ez mindig önkéntesen történhet, és ezt, ha figyelmen kívül hagyom, akkor most már talán értik a kedves képviselőtársaim, hogy az elszámolásnál miért csúszik el a munkáltató, és miért talál kevesebb önkéntes órát a valóban annál. Egyik oka tehát ez az úgynevezett elrendelhető és a ténylegesen elrendelt közötti óraszám különbséget. Az óraszám különbséget tolja át az önkéntesre, és ezáltal csökkenti annak a mértéket, és ezáltal lesz kevesebb az ügyeleti díj, és ezáltal lesz kevesebb a szolgálati idő is. A másik meg az átlagolási technikának köszönhető, ebben is el lehet vonni önkéntes órákat, amikor azt mondjuk, hogy a munkaidő keret átlagában lehet úgymond a elrendelést csinálni, és akkor ettől a munkáltató úgy érzi, hogy a napi munkaidő korlátot, amit hangsúlyozottan csak 12 óráig terjed, az átlagolásra hivatkozva áthághatja, azaz megint csak önkéntes órákat fog átminősíteni. Ehhez neki nincsen joga, hát persze a munkáltatónak az az érdeke, hogy kevesebbet fizessen, és én azért tartom roppant fontosnak, hogy ebbe a jogszabályba ezt az úgynevezett bizonyos értelemben kimaradt részt is tisztázzuk, és végre egyszer tisztességesen rendezzük, mert az, hogy az előbb elmondott napi pihenőidő munkajogi minősítése megtörténik, ez még nem elég, mert hogyha most így folytatódnak a dolgok tovább, azzal ugyan már nem csökken a munkabére a kollégáknak, viszont még mindig vitatott lesz, hogy hogyan kell értelmezni, és hogyan kell a gyakorlatba eljárni a munkaidő minősítések kapcsán. Ezt nagyon fontosnak tartom, ennek megfelelően adtam be módosítást, és nagyon kérem az Egészségügyi Bizottságot, mivel ők fogják érteni ennek a jelentőségét, és tudják jól, hogy nem a levegőbe beszél az ember, ezek jogilag megalapozott vélekedések, hogy hajtsuk végre ezt a módosítást is, és tényleg tegyük már végre helyre ezt az egész kérdést, hogy az egészségügyben itt marad és itt dolgozók, ilyen ócska és vacak bérkörülmények között is itt dolgozók, legalább ebben a kérdésben kapják meg az, ami nekik jár. Sajnos ennek is van vonzata, mert hogyha a költségvetésben vagy az továbbfinanszírozásban biztosított működési költségből fizeti a munkáltató az ügyeleti díjat, akkor elvileg ő kifizetheti ebből a
az úgynevezett törvényes díjat, amit én annak tartok. Na de hát, hogyha meg tudja úszni, akkor ezt a pénzt másra tudja költeni, és akkor, ha viszont ide költöm, akkor másik helyen fog hiányozni. De még egyszer mondom, kevés az itt maradt orvos és ügyelő, már ügyeleti sorokat bizonyos vidéki intézményekben ki se lehet állítani, és ha mégis elvárjuk tőlük, hogy a munkajoggal szemben is többet vállalva, és az önkéntes határt és minden határt túlépve megcsinálják azért, hogy ne álljon az egészségügy, akkor legalább ezért ne büntessük őket, hanem a tisztességesen neki járó jövedelmet és szolgálati időt írjuk jóvá, és ezért kérem majd a tisztelt képviselő urakat, és hölgyeket, érte, hölgyeket és urakat, hogy a részletes vitánál pontosan kifejtett módosítási javaslatot támogassák ebből a megfontolásból. És ha még van egy pici idő, még szeretnék egy dologra reagálni, nevezetesen a Nemzeti Egészségügyi Tanáccsal kapcsolatos polémiára. Mindenki elmondta, meg többen elmondták, hogy nem sok értelmét látják ennek az egész Nemzeti Egészségügyi Tanácsnak. Nos, hát senki ne sértődjön meg, én még a korábban a kamara képviseletében többször előfordultam az ilyen Nemzeti Egészségügyi Tanács üléseken, és megmondom őszintén, hogy az egésznek a működését én is sem tartottam valami értelmes dolognak, de egész más nézőpontból, mint ahogy itt elhangzott. Én azért nem tartottam jónak, mert úgy vettem észre, hogy a Nemzeti Egészségügyi Tanácsban helyet foglaló szakmai szervezetek és civil